Csúszul ejtette és meg is sebesítette saját feleségét egy ceglédi férfi, mert nem akarta, hogy a nő a kórházban dolgozzon. Ez a riasztás, köszöntöm Önöket, Kislégi Nagy Rudolf vagyok. Mai műsorunkban tehát szó lesz arról, hogy milyen hatással volt a pandémia egy eddig békésen egymás mellett élő házaspára, és hogy még miről lesz szó, már is mutatjuk. Lázadás a Kozma utcában. Fogolyzendülés miatt állhatott bíróság elé a fővárosi börtön 3 elítéltje. És azon vettem észre, hogy innen is kapom az ütést, onnan is kapom az ütést, erről is kapom az ütést. Kitörték a hüvelykujjamat. 3 emeleten keresztül tisztelt bírónő szanaszéjjel találtak minket. Pandémiás stressz. Nem akarta, hogy kórházban dolgozzon, ezért túszul ejtette feleségét a ceglédi férfi. A nő a korábbi bántalmazások hatására elhatározta, hogy el fog költözni a közös ingatlanból a 4 éves gyermekükkel együtt. A férfi ezt úgy kívánta megakadályozni, hogy az egyébként magas kerítéssel és zárt kerítéssel körbevett ingatlanon a kertkapuba belülről beletörte a kulcsot. Adósságrendezés. Életfogytig tartó büntetést kért az ügyészség a megölt újpesti vállalkozó ügyének elsőrendű vádlottjára. A sértett 2019 áprilisában a lakóhelyén is felkereste, aki akkor megígérte neki, hogy hamarosan visszafizeti a kölcsön, de ez ténylegesen nem állt módjában. Összesen 3 elítélten szemben indult eljárás a 2018 telén a Kozma utcai börtönben történt rendbontás ügyében. 2 férfival szemben fogolyzendülésben erőszak alkalmazásával való részvétel, 3. társuk ellen pedig visszaesőként elkövetett fogolyzendülés volt a vád. A külföldi híradásokban időről időre hallhatunk fogolylázadásokról, fogolyzendülésekről. Az elmúlt években leginkább Brazíliában és Mexikóban volt jellemző, hogy a börtönlakók drog- vagy bandaháborúba keveredtek egymással. Mások a fogvatartásuk körülményeit kifogásolják, ahogy történt ez néhány évvel ezelőtt Romániában. A fogolylázadás hétfőn a jászvásári börtönben kezdődött, ahol a fogvatartottak a börtönben uralkodó körülmények, illetve a börtönparancsnok önkényes magatartása miatt kezdtek el tiltakozni. Azzal fenyegetőztek, hogy meggyújtják celláikat, illetve egy szervezett szökést is kilátásba helyeztek. Azóta a tiltakozások csak nem országos szintűvé nőtték ki magukat. Jelenleg az ország 16 börtönében tiltakoznak, jobb fogvatartási körülményeket kérnek. Kisebb zendülésekre itthon is akadt példa. 3 évvel ezelőtt például egy országos börtönrazzia után kezdtek háborogni a fogvatartottak a Kozma utcai fegyházban, miután elvették tőlük az illegálisan tartott telefonjaikat. Szigorú szabályok vonatkoznak a fogvatartottak életére, és komolyan odafigyelnek a büntetés végrehajtásban dolgozók, hogy a rend meg legyen tartva, ugyanis maga a szabadság elvonása, szabadságvesztés is egy olyan pszichés hatása van a fogvatartottakra, hogy sokkal könnyebben tovább gyűrűzhet, hogyha valaki ellenszegül a rendnek és valaki agresszív magatartást tanúsít, ezért szükséges ilyenkor a megfelelő lépéseket megtenni, és a jogalkotó már a büntetőjog eszközeivel is védi ezt a büntetés végrehajtási rendet, tehát hogyha valaki súlyosan veszélyeztető ellenszegülést hajt végre, akkor ez bűncselekménynek is minősül. Hogyha ennek keretében még erőszakos magatartást is tanúsít személy ellen, akkor ez egy minősített eset. Hogy magát az zendülés az egy ember is el tudja követni, vagy ez legalább 2 vagy annál több ember kell? Nagyon jó a kérdés, riporter úr. A fogolyzendülést önmagában egy terhelt nem tudja elkövetni, hanem az alapesetnek is tényállási eleme, hogy egy fogvatartott más fogvatartottakkal együtt. Tehát a zendülés az egy kiterjedt, több személyre kiterjedő nyílt ellenszegülésnek minősül. A hazai börtönökben az ilyen és hasonló jellegű rendkívüli eseményeket a szervezetünk speciális egységei, az úgynevezett műveleti csoport tagjai számolják fel. Ahogy a 2018. januárjában történt fogolyzendülést is. Akkor 3 fogvatartott zárkózott be a Kozma utcai fegyház épületének egyik zárkájába, és a felszólítás ellenére sem nyitottak ajtót. A vádirat szerint a 3 férfi egy zárkában tartózkodott,
és 2018. január 6-án hangoskodni kezdtek. Ezt a körlet ellenőrzést végző BVÖ részlelte, és kérdőre vonta őket, hogy miért kiabálnak. A vádlottak az előkészítő ülésen még hárman voltak, legutóbb már csak ketten jelentek meg a fővárosi törvényszék főutcai épületében. Harmadrendű Szőke Imre vádlott 2020. augusztus 30. napján elhalálozott. Imre nem a börtönben halt meg, letöltötte a szabadságvesztését és szabadult. A fogolyzendülés miatt nem tartóztatták le, szabadlábon védekezhetett. Az elsőrendű Károlyi Norbert láthatóan jó egészségnek örvend és vallomást is tett. Mióta van folyamatosan börtönben? 2014. november 29. Összesen hány évet volt börtönben? 20 év körül. 20 év körül. A férfit korábban lopásért, rongálásért és rablásért is elítélték, jelenlegi büntetéséből csak évek múlva szabadulhat. Azt állítja, elege lett abból, hogy 2015-16 körül sárba tiporták a jogait, öngyilkos hajlama és hepatitis betegsége ellenére sem kezelték megfelelően. Amiért elkezdtem harcolni a jogaimért, megvertek, megrúgdostak, tehát a katonai ügyészségen feljelentést tettem, bántalmazás miatt, hogy elutasítottak. Aztán a katonai ügyészségen ismét tettem feljelentést, életveszélyt okozó, életveszélyes fenyegetésért, mert ugyebár volt a akit megöltek a börtönben, és azzal akartak kérdésre találni, hogy azt mondják, hogy úgy fogok járni, mint Csiki. Azon a dominózus napon, 2018. január 6-án feljött a cenevő őr, és azt mondta, hogy mindenki takarodjon be az AK-ba 20 perc után, nem telt el az egy óra, de hát haladtakonak az utasítását, ő felülbírálta. Elén szóltam neki, mi az, hogy takarodjunk be, nem vagyunk kutyák, emberek vagyunk, nekik is vannak jogaink. Ő drágá szavakkal illetett, hogy mit képzelek én, ki vagyok én, de majd várjál, mindjárt jövünk vissza, azt ellátjuk megint a bajra. Ez volt, ez az igazság. Már az őrrel kezdtek kiabálni, valamint trágár kifejezéseket használni, ezért az őr segítséget hívott, lezárták az adott körletrészt, és megkezdték az intézkedést. Én odahúztam az egyes ágyat az ágy mellé, takarítás címszóval, oda kapoltam az ágy mellé mindent, elhúztam az ágyat, a kertes ágyat, és akkor jöttek a rács ellenőrzés az őr. Semmilyen kiabálás, semmi nem volt fogékatás, feküdtem az ágyon nyugodtan. Norbert azt állítja, csak a poloskákat akarták kifüstölni a zárkából, ezért kerültek az ágyak az ajtó elé. A fogvatartottak a zárkában levő ágyakat T-formában az ajtó elé tették. Na, egyszer, hogy szólnak tartottunknak, a csoportomban megfenyegettek engem, hogy megölnek, úgy állnak, hogy ezért szeretnék a parasztokúrral beszélni. Elmentünk, tettek, vettek ott a fölgyelőra. Kérdésemre, hogy miért csinálják, nem kaptam értelmes választ, mondhatom azt, hogy vulgáris szavakkal válaszoltak a fogvatartottak. Ezt követően fölhívásra került a figyelmük, hogy a cselekményüket fejezzék be. Ennek nem tettek eleget, akkor a két kollégámmal együtt visszamentem a földszintre, ahol összevetettük, megszámoltuk azt, hogy mennyien vagyunk, hány emberre van szükség, hogy kell összecsoportosítani az embereket. Elrendeltem egy teljes zárást az objektumban, ami azt jelenti, hogy minden zárkajtót bezártunk, senki sehova nem mehetett, összevontam az erőket. Az akkor körletfelügyelőként dolgozó őr már nem emlékszik a részletekre, ezért a vallomását a bíró olvasta fel. Felmentek is a úr többször felszólított őket ajtón keresztül, fejezzék be a cselekményüket, és a torlaszt tegyék el, és menjenek ki tarkóra tett kézzel. Az ő válaszuk az volt, hogy ki a anyád vagy te. Erre úr közölte, hogy kezdjük meg a rendkívüli esemény felszámolását. A BVÖ-öröknek be kellett törni a kémlelő ablakot, és azon keresztül könnygáz kellett alkalmazni, valamint csapaterőben kellett fellépni, hogy végül bejussanak a zárkába. A fogógyőzőt azt telibe fújták, a tele harcra fújták, azon a plakon kártével, körülbelül jelen nem tudott, levegőt nem kapott. Azon voltam, hogy segítsek neki, minden áron levegőhöz jutni. Thank you.
Lakatos Győző 44 éves, 19 éves kora óta gyakorlatilag folyamatosan börtönben van. Eddig 28 évet ült, többi közt emberölésért. Ha a fogolyzendülés vádja alól felmentik, 2028-ban szabadulhat. A férfi azt állítja, az endüléssé fajult takarításból eleinte semmit nem vett észre, mert 2 tucat nyugtatót vett be aznap reggel. Hát mondom, húzzátok el az ágyat, mert már ott fenyegetőztek az őrök, vagy 5-6 kommandósó, meg az zárbandi szolgáltató, összviszont 8-10-en voltak, lehettek fent. És az én felszólításomra, itt van a Norbert szemében, mondtam, Norbert, mondom, húzzátok el, gyere itt az ajtót, mondom, ne legyen problémánk belőle, elhúzzuk az ajtót. Csak ennyi pörög, kipörögtem az árkán, pikpak, gyors kötözővel lekötöztek, rám tették a bilincset, letérdepeltettek a folyosó, hát folyosó szintjére. És azon vettem észre, hogy innen is kapom az ütést, onnan is kapom az ütést, erről is kapom az ütést. Kitörték a hüvelykujjamat, 3 emeleten keresztül tisztelt bírónő, szanaszéjjel találtak minket, beraktak a szárazfúgyozó, van egy ilyen szárazfúgyozó, úgy nevezik, egy ilyen kis csurma. És ahányan voltak abban a szolgálatban, mindig jött és felpofoztak minket, bevittek az ajúra, a fejem egy széjjel proposták. A Károlyi Norbert megpróbálta könyökkel megütni a felügyelőket, amit sikerült elhárítani. Folyamatosan ellenállt, majd a lépcsőházban kibújt a fogásból és leesett. Mind a 3 fogvatartottal szemben megtörtént a szükséges intézkedés és a rend helyreállítása. Úgy hátra bilincseltek, hogy a bilincset nem bírták levenni a kezemről, hanem flexel vágták le a bilincset róla. A 2 erőszakos magatartást is tanúsító férfival szemben, akik az intézkedés után is agresszívek voltak, minősített eseti fogolyzendülés büntette miatt emelt vádat az ügyészség, harmadításukkal szemben pedig alapeseti fogolyzendülés miatt. A harmadrendű vádlott ellen természetesen megszüntették az eljárást, a másik 2 vádlottat akár 8-8 év szabadságvesztésre is ítélheti a bírónő. Ismerőseik csendes, barátságos embernek tartották a ceglédi házaspár tagjait. A koronavírus azonban alaposan felforgatta a családi békét. A feleség ugyanis egy kórházban kezdett el dolgozni, amit a férj nem tudott elviselni. A helyszínre kiérkező rendőrök felszólításának az 56 éves férfi nem tett eleget, ezért őt a terrorelhárítási központ műveleti egységének segítségével fogták el kollégáim, majd állították elő a ceglédi rendőrkapitányságra. Nagy erőkkel vonult ki november 14-én a Tekegy ceglédi családi házhoz, ahol egy 56 éves édesapa fogva tartotta feleségét és 4 éves gyermekét. Az asszony pedig több alkalommal is megszúrta. Több bűncselekménnyel gyanúsították meg. Ugye egyrészt van egy súlyos testsértés kísérlete az élettársa sérelmére, azután pedig személyszabadság megsértésének büntette, ugye az élettárs és a kiskorú gyermeke sérelmére, valamint ezzel párhuzamosan, hogy az élettárs a bántalmazását, illetve megsértését azt a gyermek szemelátára a jelenlétében követte el, azzal egy kiskorú veszélyeztetésének büntetét is megalapozott gyanú szintjén közölték vele. Konfliktus októberig nyúlik vissza, a nő ekkor kezdett el a ceglédi kórházban dolgozni. Férje ezt mindvégig ellenezte, mivel a járvány miatt félt, hogy párja hazaviheti családjának a vírust. Eleinte még csak heves szóváltások alakultak ki közöttük, majd végül a férfi egyre erőszakosabban adta a nő tudtára, hogy nem dolgozhat egészségügyben. A veszekedés az erőszakosabbá fordult, emiatt már bántalmazta is korábban pár nappal az esetet megelőzően a nőt. Információink szerint 3 nappal az esetet megelőzően, november 11-én a férfi egy vita során fejbe rúgta a feleségét. Cselekedete hátterében az állhat, hogy ennyire félt, szorongott a megfertőződéstől. A generalizált szorongás szindrómára az jellemző, hogy amikor a békesség van, nyugalom, akkor is valaki nagyon-nagyon aggódik a hozzátartozóiért. Aránytalan aggódása van. Aránytalan aggódása van a világért, amihez most sajnos a realitás hozzátesz, és a szorongások azok extrém módon felerősödhetnek. A másik, a kényszerbetegség, itt szeretnék mondani egy példát, amit talán sokan
ismerik ezt a sorozatot, Monka Frúgos nyomozó, aki egy kényszerbetegségben szenvedő ember, és talán emlékeznek rá, állandóan törölgeti a kezét, hogy mindig az asszisztense adja az újabb és újabb kéztörlőket, mert retteg a fertőzésektől. Tehát egy olyan kényszerbeteg például, akinek a betegsége tünetei között van az, hogy a fertőzésektől retteg, most itt ebben a mostani körülmények között extrém módon fokozódhat a szorongása, ami extrém helyzeteket okozhat az életében. Az eset napján pedig szintén ezen történt veszekedés, illetve hát a nő a korábbi bántalmazások hatására elhatározta, hogy el fog költözni a közös ingatlanból a 4 éves gyermekükkel együtt. A férfi ezt úgy kívánta megakadályozni, hogy az egyébként magas kerítéssel és zárt kerítéssel körbevett ingatlanon a kertkapuba belülről beletörte a kulcsot, és így megakadályozta, hogy onnan bárki kijusson. A kétségbe esett és ekkor már vérző édesanyja segélykiáltásait a szomszédok hallották meg, akik értesítették a rendőrséget. Ezzel párhuzamosan pedig a sértett nőt továbbra is feszekedett vele, illetve bántalmazta, illetve egy nála lévő késsel fenyegette, amellyel aztán legalább két esetben sikerült is megsérteni a nő kezét. A szomszédokat meglepte az eset, soha korábban nem szűrődött ki vita az egyébként békés, nyugodt család ablakain. Mikor én észrevettem a pont szembelekok, addigra már itt voltak a hatóságok. Le volt zárva teljesen fehér szalaggal, utcán nem lehetett bejönni. Nincs olyan, hogy volt. De akkor nem is nagyon tudtatok róluk semmit, nem, vagy? Nem. Igazából csendben voltak, nyugodtak voltak. Minden nap ezen az útvonalon járok dolgozni, nem volt soha semmi probléma. Környékbeliek bejelentésére érkezett ki először a szeglédi rendőrkapitányság, majd amikor látták, hogy mi a helyzet, tehát és felmérték a helyzetet, hogy az ingatlanon egy kiskorú és egy nő tartózkodik, és az élettárs nem akarja őket kiengedni, akkor hívták ki a helyszínre a terrorelhárítási központ egységét, aki egyébként nagyon rekordidő alatt kiírt a helyszínre, tehát gyakorlatilag egy órán belül már intézkedtek. Tényleg rekordidő alatt csupán 25 perc volt szükséges a TEK munkatársainak, hogy Ceglédre érjenek. Ez idő alatt pedig sikerült telefonon felvenni a kapcsolatot az 56 éves férfival. És lefelé jövet pedig már sikerült felvenniük az elkövetővel a kapcsolatot is. Így aztán egy kvázi túsztárgyalóként eljárva sikerült az elkövető a szándékától valamelyest eltéríteni, majd a helyszínen pedig el is tudták fogni. Víg József, kriminálpszichológus, valamint korábbi túsztárgyaló elemezte a kialakult helyzetet. A tárgyalásnak ilyen is minden esetben a legfontosabb küldetése az, hogy lehetőleg békésen oldódjon meg, vagy oldjanak meg helyzetet rendőrök. Ne kell erőszakot alkalmazni. Senki ne sérüljön meg, se a vétlen személyek, se az elkövető, de maguk a rendőrök sem. Ezért, ha lehet, akkor békésen megoldani. Abbahagyásra készítetne az elkövetőt, hogy hagyja a cselekményt, folytassa másképp a konfliktuskezelés, ne pedig ezen a módon. Ebben az esetben ez történt valószínű. Sokszor azt tapasztaltam egyébként, hogy az elkövetők, mint a felülnek egy express vonatra, és nem akarnak leszállni csak a végállomáson. A tárgyásnak és a válságkezelésnek az a küldetése, hogy előbb szálljon le, mintha a végállomásra ért. Szerencsére ebben az esetben még a végállomás előtt leszállt a vonatról az elkövető, és komolyabb tragédia nélkül zárult az ügy. A férfi ennek ellenére tagadja tettét. Érdemi védekezést előterjesztett, nem ismerte el a bűncselekményben a felelősségét, és én úgy tudom, hogy a nyomozási bírói ülésen pedig nem tett vallomást. A bíróság 30 napra elrendelte az 56 éves férfi letartóztatását, tettért legfeljebb 7,5 év szabadságvesztésre számíthat. Most rövid szünetre megyünk, utána pedig a következő témákkal várjuk Önöket.
üzenet a netről. Életveszélyes fenyegetéseket kapott Pityke, a drogbűnözés ellen harcoló nógrádi ex-rendőr. Én a munkámból adódóan hozzászoktam az ilyen típusú fellépésekhez, de a családtagjaim viszont nem. Adósságrendezés. Életfogytig tartó büntetést kért az ügyészség a megölt újpesti vállalkozó ügyének elsőrendű vádlottjára. A sértett 2019 áprilisában a lakóhelyén is felkereste aki akkor megígérte neki, hogy hamarosan visszafizeti a kölcsön, de ez ténylegesen nem állt módjában. Ez a riasztás, köszöntöm Önöket, Kislégi Nagy Rudolf vagyok. Üzenet a netről. Életveszélyes fenyegetéseket kapott Pityke, a drogbűnözés ellen harcoló nógrádi ex-rendőr. Én a munkámból adódóan hozzászoktam az ilyen típusú fellépésekhez, de a családtagjaim viszont nem. Adósságrendezés. Életfogytig tartó büntetést kért az ügyészség a megölt újpesti vállalkozó ügyének elsőrendű vádlottjára. A sértett 2019 áprilisában a lakóhelyén is felkereste aki akkor megígérte neki, hogy hamarosan visszafizeti a kölcsön, de ez ténylegesen nem állt módjában. Bizonyára sokan emlékeznek a riasztásban már bemutatott ex-rendőrre, Pityke-re, azaz Orosz Istvánra. A korábban maffia, most pedig drogellenes harcban jeleskedő férfi körül megszokhattuk, hogy mindig történik valami. Most például életveszélyesen megfenyegették őt és családját. Hogyha a fejedbe vered, Isten nem lát minket, Lucifer szülte a helyet. Vére megy a játszma, körbevesznek téged. A nagybanok megnézik, hogy beverik a képet. 32-es körzet, bátor, az epicentrum. Itt egy grund volt kiépítve, teljesen higgadt, konszolidált lakosság, nem volt, aki lepusztulva. Most nézd meg, ide bejössz, igazából ezen látszik az igénytelenség. A riasztás másfél évvel ezelőtt járt Bátony terenyén. Orosz Istvánt faggattuk a helyi droghelyzetről. Pityke, ahogyan sokan ismerik, volt rendőrtiszt, évekig harcolt a maffia, azaz a szervezett bűnözés ellen. Most szűk környezetében küzd a dílerek és a szerhasználat ellen. Ilyen szakmai múltal és ilyen tapasztalattal nekem kutyakötelességem volt, és teszem ezt a mai napig, hogy odaállni egy olyan, ha úgy tetszik, mozgalomnak az élére, amellyel az itt élő embereket és családokat segítjük, állandó információval látjuk el, hogy hogyan kell a kábítószer ellen fellépni. Tedd le a szereket és kezdj el változni, hidd el nekem, hogy ezt nem fogod megbánni. Stábú most ismét felkereste a volt rendőrt. Orosz Istvánnak halottak napján szóltak ismerősei, hogy valaki neki címezve fenyegető posztot tett ki a legnagyobb közösségi oldalon. Rasszista, korrupt, okoskodó civil, szemétláda, akit az alvilág lefizetett, tehát ilyen jelzők jelentek meg. Orosznak akkor lett elege, amikor a családját vették a szájukra. Tulajdonképpen magát a kommentet az váltotta ki, illetve magát a posztot az váltotta ki, hogy én ezen a közösségi oldalon megosztottam a Nógrád megyei főügyészségnek egy közleményét, amely azt tartalmazta, hogy különböző idősek sérelmére elkövetett cselekmények kapcsán börtönbüntetésre ítéltek egy személyt. A megosztásom nem tartalmazott nevet, nem volt benne olyan adat, ami alapján azonosítható lett volna az elkövető. Erről az ügyészségi közleményről van szó, ezt posztolta az ex-zsaru. Ebben egy elítélt bűnözőről van szó, aki idősek sérelmére követett el vagyon elleni bűncselekményeket. Íme a fenyegető poszt. Üzenem Bátony terenyén lakó Pesu nevű bukott rendőrnek, hogy foglalkozzon a családjával meg a fajtájával, ne a cigányokkal, nagyon ki van már nyilva. De a jó Istent arra kérem, hogy csak ad neki is valami jó hírt, Devla, Marola, Pesu, te rosszabb vagy, mint a kékfény, te bukott, büdös rendőr. Azt hiszed, hogy rendőr vagy, meg mert te az voltál, de a jó Isten elvette tőled. És a teljesség igénye nélkül néhány komment. Szét kell ütni a kis bukott. Meg kell gyalázni a múltjával, azt hiszi, hogy rendőr, s***e kell b***ni. Ne a cigány ítéletet osszad, hanem a csecsemőgyilkost b***. Ezekben hát a családom tagjai iránt
illetve személyem iránt is fenyegető tartalmú kijelentések vannak. Én azon a napon nem foglalkoztam vele, két nappal később egyenként elolvastam ezeket a kommenteket, és akkor tettem feljelentést. Milyen fenyegetések voltak? Hát konkrétan az én fizikai bántalmazásomra irányuló fenyegetések. Ezek hogy hangoztak? Ezek durvák voltak? Eléggé vulgárisak voltak, tehát azt hiszem, hogy nyomdafestéket nem tűrőek. Szét kell b***ni, földim. Robikám, én üzentem neki, bátyja, üssük le tisztán a kertbe, de ő egy rendőrökkel takaródzik a bukott rosszabb, mint a kékfény. Borzasztó volt egyébként. Nem is az, mert én a munkámból adódóan hozzászoktam az ilyen típusú fellépésekhez, legyen az verbális, vagy akár fizikai is, de a családtagjaim viszont nem. Úgyhogy hát elég rémisztő volt. Felmegyek és a felesége hátán meg utána meg a feleségét az ő hátán kutyának. Pikke családját nem először éri támadás. Feleségét a gyermekük jelenlétében már többször megtámadták. Jellemzően azok a dílerek, akiknek Pikke sérti az érdekeit, amiért harcol a kábítószer bűnözés ellen. Azért van egy olyan olvasata a dolognak, hogy a közösségi oldalon ezek szerint mindent meg lehet tenni. Lehet fenyegetni, lehet tanúkat befolyásolni, lehet ilyen módon összetetten bűnözőknek fellépni olyanokkal szemben, akik véleményt formálnak, adott esetben egy magatartásforma, vagy a bűn ellen. Tudod, addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik, és már feszegeti a k***a. Azt lehet küldeni a rendőröket, Pessú, vagy ha van gondod velem, akkor legyen annyi vér a f***a, és a szememben mondja, te kék fény. Galád módon fel tudják használni ezeket a helyzeteket arra, hogy olyan színben tüntessenek fel, jelesül most engem, hogy csak azért teszem ezeket a lépéseket, és lépek fel a bűn ellen, vagy az ilyen kaliberű bűnözők ellen is, mert én rasszista vagyok, és zsigerből gyűlölöm a cigányokat. Ahol én élek, itt a cigány populáció jelentős létszámban van jelen. Tulajdonképpen közöttük nagyon sok ismerősöm és baráti kapcsolatom van. Nyilván az ő fejükben ez nem fogalmazódik meg, hiszen mi napi szinten kommunikálunk, vannak közös platformok, közös ügyek. Foglalkoztam intenzíven roma fiúkkal, együtt fociztunk, tanítottam őket olvasni, kommunikálni, egyéb módon segíteni őket. Az ő fejükben nyilván ez nem fordul meg. Arra számíthatnak a jövőben is ezek a bűnözők, és az őket támogató személyek, hogy részemről ez az aktivitás változni nem fog. Ha lehet, még komolyabb és keményebb lesz. Honnan jöttem, ahol nem látott senki, ahol a bűn a várost feketére festi. Komor a környék, leszáll az éj, a betéved ide, kérlek ne félj. Golyót keressük, nem tudod, hogy merre lehet? Nem itt lakik, ma régóta. Ha merre lakik? Megkeresnek. Dózsa. Mint a Dózsa telepen. Dózsa telepen? Villog a villogó, érted jönnek, ez Nógrád megye, ahol szeretteket ölnek. Lopnak, csalnak, nappal betörnek, a pénz nem alszik, fogadásokat kötnek. B13, mocskos univerzum, 32-es körzet, bátor. Megkerestük azt a férfit, aki orosznak címezve írta a Facebook posztot. Golyó, mert ez a beceneve, kisebb vonakodás után végül vállalta az interjút. Balaton Terenyei lakos vagyok, 37 éve itt lakok. Ő az én életemmel foglalkozik, nem tudom, hogy ő ki nekem. Édesapám, édesanyám, vagy testvérem, vagy rokonom. Én nem tudok erről. Ott nagyon durva kommentek voltak az önbejegyzés alatt egyébként. Van, azt ismeri van. Őket, akik ezt írta? Persze, ismerem. És lájkolgatta ön ezeket? Persze. Tehát egyetértett azzal, amiket... Nem mondom azt, hogy egyetértettem, meg azt se, hogy... Nem értettem vele egyet. Én nem. Én az, hogy lelajkoltam, most ha valaki hozzá... Tehát okosba meg kell venni, meg kell b***ni a feleségét, aztán az ő hátán őt is, meg azért tehát látta, hogy ilyenek voltak. Én láttam azokat, de most figyelj, én nekem most én kiposztolok valamit, érted? Lehet, hogy a kisgyerek lajkolgatta nekem, a kisgyerek, mert én nem mindig a telefon előtt vagyok, lehet, hogy én voltam, nem tudom. Érted? Most figyelj, én azt kiírtam, én ebben nem sértettem meg, esetleg abban feljelenthet becsületsértési, vagy rágalmazva, vagy az valamit akar, hogy én annyit mondok neki, hogy bukott rendőr.
Én ezek után, hogy ő engem az én ítéletemet megosztogatta, jóságoknak írogatta, felsorolta a bűncselekményeket, én ezt húztam le, azt húztam le, emezt húzta. Neki ez semmi köze. Ő foglalkozol a saját családjával, nevelem. Van hol söprögetni valója. Orosz István tett feljelentést a kommentek igen. miatt. Mi lett ezzel az ügyel? Tud valamit? Voltam kihallgatáson, igen, megmutattam a kiírásomat. A rendőrök azt mondták, hogy nem volt fenyegetés benne. Ez egy gyerekcsinnek is lehet mondani. A kommentokot azt nem én csináltam. Ugye ott vannak a kommentek, a név szerint le van adva a rendőrségre. Én jelenthettem volna még fel a bíróságon őt, de én nem tettem meg, én nem vagyok gusztustalan ember. Golyó, ön mit szólna, hogyha valaki, vagy valakik az ön családjára, édesapra, édesanyja, gyerekre ilyeneket kommentelnének? Figyelj! Nem lenne ideges? Figyelj, én felnőtt ember vagyok. Jó, de nem lenne ideges, nem. hogyha bántanák nem, a családját? Nem, mert figyelj, a Facebookon minden folyik, érted? Hát de ez nincs rendben. A Facebook ez olyan, mint egy zavaros folyó. De ez nincs rendben, hogy ilyen, mint a Facebook. Tehát, hogy bárki bármit a másik családjára fenyegetheti, így meg... De mondom még egyszer, én nem fenyegettem. De most azt mondom, hogy ön szerint rendben van-e, hogy a kommentelők ilyeneket írnak? Felnőtt emberek vagyunk, persze csúnya dolog, tény is való, csúnya dolog, gusztustalan dolog, így van. De akkor ha épp ésszel gondolkozunk, mint te is, meg én is, okos ember vagy, te is, én is az vagyok. Figyelj, ha valaki odaír egy kommentet, érted? Akkor van, nem nekem van incidensem, hanem a kommentoló van incidensbe Pesúval, nem? Golyóval saját bevallása szerint akkor kezdődtek a bajok, amikor felesége a karjaiban halt meg, ezután kezdett bűnözni. Szívbeteg volt, azonnali szívhalála volt, a hasamon halt meg. Én utána neki kezdtem drogozni. Milyen drogokat? Dizálen. Nem ezeket a kokain, meg ezeket a pócsingokot. Elbódított, az kész, fájdalom. Érted? Ezt a Pesu nevezetű úriember nem tudja, hogy az én hasamon meghalt a feleségem. Nem kívánom a legrosszabb ellenségemnek sem. Onnantól kezdve én a baráti körömet elfelejtettem. Ez a 4-6, ez a kábítószer miatt volt. Ja, ez annak hatása alatt csinált persze, ezeket? Persze, csináltam az emberekkel a problémát, lehúzogattam az embereket, polgármestert, mindenkit lehúztam, hogy legyen pénzem, érted? Mm-hmm. 365 sértettem volt. Ebből elmondtam mindent. 365? 365 sértettem volt. Ez hány év alatt? Fél év. De mindenki magától adta oda a pénzt. Mert beígértem neki dolgokat. Miket? Nem mondjam már egy példát, hogy miket ígért, hogyan húzta le. Megállt a hajt, a Skoda, ahol kell alumínium felni. Olcsó, lemez felni van a tiédét. Persze, odaadta, 10 000 elment. Azt én megálltam, minden nekem felni. De én erről csak annyit szerettem volna elmondani, nektek így, vagyis a kamerába, Orosz Péternek, hogy... Orosz Istvánnak. Vagy István, nem tudom, nem is érdekel amúgy, megmondom az őszintét. Én annyit ezenek neki, én nem sértettem meg, én csak annyit írtam ki a Facebookra, hogy Bátontelenyei lakos Pesu. Bukott a rendőr, te ne velem foglalkozzál meg, g***, annyit oda jöttem. A férfi úgy számol, hogy maximum 2 évet kell majd leülni a 4 év 6 hónapból, utána Dániába menne dolgozni, mezőgazdasági munkát vállalna. Úgy tudjuk, hogy a Facebook poszt miatt az Orosz István feljelentése nyomán indult eljárást végül megszüntette a rendőrség. Nem vallotta magát bűnösnek az előkészítő ülésen az a 3 férfi, akiket egy újpesti vállalkozó megölése miatt állítottak bíróság elé. A vád ellenük előre kitelvelten aljas indokból elkövetett emberölés. A gépkocsiban a sértett mögött ülő elsőrendű vádott, az erre a célra elkészített drótkötelet hátulról átvetette a sértett nyakán, és azzal legalább közepes erővel addig szorította a sértett nyakát, míg annak a teste elernyett, és a sértett életét vesztette. Ezután az elsőrendű vádlott egy nylonzacskót húzott a sértett fejére. Előre kitervelten és aljas indokból elkövetett emberölés miatt állt a bíróság elé az a 3 férfi, akik a vád szerint felelősek az újpesti autóipari vállalkozó A. Csaba haláláért. Abban az esetben, ha a vádoltak az előkészítő ülésen, a vád tárgyát képező bűncselekmény vonatkozásában teljes körülön beismerik a bűnösségüket, és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról, ebben az esetben elsőrendű vádoltak harmadati büntetésű, életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélje, amelynek végrehajtási fokozata fegyház. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 25 évben állapítsa meg.
Vastagon fogott a fővárosi főügyészség tolla a vádirat elkészítésekor. E. Krisztián másodrendű vádlottra 15, míg S. Bence harmadrendű vádlottra 11 év fegyházbüntetést kért Takács Andrea ügyész. Szeretnék bizonyítási eljárást. Igen, mire vonatkozóan? Ugye a gépkocsival és a ülési szeretnél. Mivel a gépkocsival? A gépkocsival az ülési szeretnél. Igen. És mik ezek az indítványok konkrétan? A nyomozók korábban megtörték a társaság tagjait, akik a rendőrségi szakaszban elismerték a cselekmény elkövetését. Az előkészítő ülésre viszont stratégiát váltottak, és semmit sem mondtak a gyilkossággal kapcsolatban. A vádiratban megélő bűncselekményt nem ismerem, és nem tettem. Harmadrendű vádlottat kérdezem, megértette a figyelmeztetést? Megértettem. Kíván-e vallomást tenni, illetőleg be is? Nem kívánok. És akkor nem ismeri be a bűncselekményt? Hári Hárd elsőrendű vádlott korábban több helyszínen is részletes beismerő vallomást tett. Kinyitottam az első ajtót neki, és a mondta, hogy kéne egy zsák a fejére. Ezek után azon ment a tanácskozás, hogy hogy lehetne a holttestet becipelni. Ugye nem is tudom, már szerintem közös ötlet volt, hogy volt egy asztallak, amit majd a későbbiekben meg fog mutatni, amire a holttest rá lett helyezve. Ez volt az az asztallak, amin behozták. Egy északpesti barkácsáruházban még azt is készségesen megmutatta, hogy milyen drótot vásárolt az úgynevezett folytózsinórhoz, ami később a gyilkos fegyverként funkcionált. Ezek közül a drótok közül volt valamelyik, most hogy az pontosan ez volt-e, vagy ez, nem tudom megmondani, de a kettő közül valamely. Szabas értett, hogy idő után folyamatosan próbálta visszaszerezni a pénzét, a másodrendű vádlott azonban csak hitegette őt. A sértett 2019 áprilisában a lakóhelyén is felkereste Krisztián, aki akkor megígérte neki, hogy hamarosan visszafizeti a kölcsönt, de ez ténylegesen nem állt módjában. 10 millió forint, ez volt az indíték. Csaba ennyi pénzt adott kölcsön üzlettársának, Krisztiánnak. Rihárdnak és Bencének is jutott a tőkéből. Amikor kezdett folytogató lenni az adóslét, a három férfi elhatározta, hogy megszabadul a hitelezőtől, és ezzel a problémától is. Az adathordozóból rögzített információkból idéznék egy pár sort. 200 literes hordó, nem kell hordó, más lesz a veteményes. Szépen felkapáljuk a földet és beássuk a palántát. Néztem az előrejelzést, egész napra esőt mondanak. Az eső még kedvezhet is, és rosszabbak a látási viszonyok, és nincs turista. Ezekből az üzenetekből szinte egyértelművé válik, hogy ez előre kitervelt gyilkosság volt. Cáfolták egyáltalán ők ezt? Nem, mert vallomásukban is kitértek arra, igen, hogy már ezt hetekkel, hónapokkal korábban tervezték, és május 6-át május 6-ában látták azt az időpontot, hogy most már lépni kell. Üzleti megbeszélés ürügyén találkozót beszéltek meg Csabával. A három férfi először egy újpesti erdős területen akart végezni a vállalkozóval, de később Szentendrét választották úti célnak. Krisztián az üzlettárs vezette a céges Suzukit, Csabát az anyósülésre ültették. Mögötte foglalt helyet Rihárd, aki a megfelelő pillanatot várta, hogy előrántsa a folytózsinort. Megérkeztünk a gépkocsival, a megállt, majd folyamatosan a visszapillantót bámulva rám szegezte tekintetét, amikor is ugye megtörtént a cselekmény. Majd ezt követően az elkövetkezendő néhány másodpercben kiszállt a vezető oldali ülésből, és hátra szaladt, megmutatom. Nagyjából eddig a távolságig szaladt, hogy megnézze, hogy nem jön esetleg valaki, egy biciklis turista, hiába volt csapadékos időjárás, eljött és megnézte. Csaba eltűnésétől kezdve egy éven át több mint 30 rendőr dolgozott az ügyön, mire a három férfiból kicsikarták a beismerő vallomásokat. Nagyon jól látszik mondjuk a helyszíni kihallgatáson, amit épp múltkor néztem végig, hogy amikor a Hári Hárt bejött és egy ilyen nagyon laza fiatalember képét mutatta és kvázi szétfolyok a székbe, hogy majd 8-10 órával később, amikor meg már beismerésbe megy át és egy
komoly ügyről beszél, akkor meg hogy összeszedi magát, és milyen fegyelmezetté vált. Nyilván a lazaságával ő egy állarcot vett fel, próbálta mutatni azt, hogy neki semmihez semmi köze, essünk túl rajta, nem fognak komolyan venni, vagy nem veszik ezt komolyan a nyomozók, de hát elszomorítok minden bűnelkövetőt, az én kollégáim nem ilyenek. Mennyiben tiszt a törvényszék szerint erre mód és lehetőség van az ő vonatkozásában, és itt megint csak a törvényszék belátására bíznám, hogy ez milyen módon és formában lehetséges. További időbeli korlátok szélesítését szeretném kérni. Richard letartóztatásban, Krisztián és Bence pedig házi őrizetben várta az előkészítő ülést. A másodrendű vádlott szerdánként rövid időre elhagyhatja otthonát. Ügyvédje most szerette volna kiszélesíteni ezt az ablakot, de próbálkozása nem ért célba. Semmilyen olyan körülmény a bíróság végzését követően nem következett be, amit a bíróság akkor ne vett volna figyelembe, és ami most indokolná azt, hogy ezen magatartási szabályokat enyhíteni lehetne. Az előkészítő ülésen tehát senki sem ismerte be a vádiratot, így tárgyalás lesz az ügyben. A vádlottak korábban jó alibit találtak ki, sokáig összezártak. Kérdés, hogy a tárgyalás során is ilyen összetartóak lesznek, vagy az egyéni érdekeik kerülnek majd előtérbe. Ez volt a Riasztás, műsorainkat megtalálják a Hír TV honlapján, de ott vagyunk a közösségi oldalakon is új adással. Az ismétléseket követően jövő héten kedden jelentkezünk, addig is viszontlátásra!